Sziasztok, ez itt újra a VR. Hát elég régen játszottunk a Layers of Fear-rel, és megakadt egy ponton a végigjátszás. Látom, hogy rengetegen írtátok, hogy nagyon sajnáljátok, hogy nem folytattuk a játékot. Hát aki nem tudta volna, azonnak most megmondom, hogy az egy Early Access game volt, és nem volt kész a játék. Ott vége volt. És egészen ma reggel hajnali félig kellett várni arra, hogy ez a játék folytatódjon. Úgyhogy bemodoltuk, folytatjuk onnan, ahonnan abba hagytuk, és megnézzük végre, hogy mi lesz a vége. Nagyjából mindenki tudja, hogy miről van szó. Aki nem tudja, az mindenképpen nyomja meg az I betűt abban a sarokban, amelyikben van. Nem fogom megmutatni, mert eddig minden videóban elrontottam, hogy melyik oldalon van. Úgyhogy a lejátszási listát megnézhetek az előző részekről, és akkor nagyjából képbe kerültek. Egy őrült festővel nyomjuk, aki egyre elborultabb, és ettől a lakása is egyre elborultabb. Ahogy a szekrények el vannak rendezve a fő részénél a játéknak, 6 szekrényünk van, ebből az eddigi gameplayekben 4-et sikerült kinyitni, és 4 tárgyat sikerült megszerezni, és elméletileg még 2 van hátra. Úgyhogy nézzük, hogy folytatódik. Na, szóval, a kis emlékeztetőül, ebben a szobában csöng a telefon, mint a gép, ugye itt ott sikerült tovább vigyük a cselekményt, hogy tulajdonképpen fölnéztünk, és hát elég drasztikus, ami itt látszik, és ezáltal kinyílt ott az az ajtó. Úgyhogy nézzük, mi újság van. Ó. Oh. Nagyon baráti. Azt tudjuk, hogy eddig... bőrt gyűjtöttünk, hajat, csontot, meg vért, és ezek mind a festményhez kellenek, úgyhogy most még... Hey! Bezárult! Azt a kurva. Szóval ott lent van a... Ott lent van az a szoba, ahol voltunk. Ezért halljuk a telefoncsengést, meg gondolom valahol itt van. Ez tényleg jó magas. De hogy kerültünk így onnan ide? Na mindegy, ezt már megszoktuk. Szóval itt lehet mászni. Itt a telefon. Halló? Megígérted. Mit? Izgi. Wow, Mr. Szekrény! Vagy ez egy ajtó? Mi volt az? Három öt nyolc? De ez most 8-3 vagy 3-8? 8-5-3. 8-5-3? Hát nézzük, fordítva van írva. Én akkor is 3-5-8-et nyomok. Kapd be, nem hallgatok rád, baszki. Nyolc. Öt. Három. Jani Holm strikes again. Hey. 8-3. Megváltozott a szoba. Ez mi a franc? Ez volt a... Most a túloldalon vagyunk? Ott a telefon. Mik ezek a babák, bazzeg? Ott egy baba. És itt hova a faszba menjek? Mik azok a babák? Ott van valami szám, látod? Baszki, ide mutatott azt a kurva élet. Halló? Még egy telefon. Semmit sem old meg. Soha nem is oldott meg. Soha nem is fog megoldani. Nők. Mi? Ja, a telefon esett le. Bazd meg. Mi a fasz van ezzel a kibaszott ajtóval? Úgy. Hát ez landolt. 3-5-4. Oké. És most? Ezt is telefonozni kell? Ó, ide került asztal? 3-5-4, ugye? 3. 5. 4. Hát.
Ó, hát bassz, még semmi hangot nem adott, meg semmit nem mutatott, csak hogy... Húha. Megint egy szaros telefon. Fú, baszki. Nem semmi. Mi ez? Ez egy könyv volt? Hé! Hey. Hát mindegy. Most akkor... Most már el van mosodva minden képnek az arca. Bazd meg! Mi a f... Nagyon nyikorog. Not cool. Hova a picsába menjek innen? Ó, oh, bazd meg! Most meghalt? Megítsd el az a kibaszott telefon. Babyface-nek a kezéből kiégett a paper. Hé, hey, ez az iroda, csak... Ó, csak szét van baszarintva. Elég csúnyán. Ja, itt a telefon! Megérdemelted mindet. Mindet! Öcsi, milyen beteg szar ez? Elolvad, baszk! I needed something to add the... Kellett valami, hogy hozzáadjam az utolsó simításokat. Egy újat. Kellett egy újat. Levágtam. Könnyebb volt, mint lefűrészen a lábat. Megmostam. Megsütöttem a sütőben. Elaludtam. Majdnem megégettem. Sikerülni fog. Most meg az ujját vágta le. Nem volt elég, hogy levágta a lábát. Fúj, bazd meg! Oké. Visszakerültünk. Ez a játék alaphelye. Ez a gyönyörű kép készül. És itt látjátok, 1, 2, 3, 4 szekrényt már megoldottunk. És most ki fog nyílni az ötödik elvileg, hogyha hozzáadom a festményhez ezt az elemet. Ó! Oh. Ez már egészen emberi, egészen emberi. Olyan, mintha így rétegenként festené, ahogy valaki átváltozik. Érdekes. Jó, akkor kinyílt. Igen, ott az új. És már csak ez a szekrény van hátra. Trial and error. Oké. Okay. Na nézzük akkor. Mi a pálya? Halló? Ajtó, vagy nem ajtó? Jani? Tudom. Mikorog ez a kurva szar, bazd meg? Nem tetszenek nekem ez a folyosók. De rég volt már horror. Nem jó érzés. Úgy nyikorogjál tovább, te pöcs. Hey! Akkor lehet, hogy szembe kell menni, nem? Mert most visszajutottam ugyanoda. Igen. Halló! Ez olyan, mint egy konyha. Nyik! 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 Jó, azt nem nyitogatom tovább. Ó! Oh. Hát igen, a csávó csúnyán kezd most már bekattani, bassza meg. Szerintem semmi nem maradt már a házban, ami mozdítható, csak az a rengeteg kép. Mire léptem rá, valamit össze is tört. Igen. Papír. Azt mondja... Egyszer volt egy ember... tele lendülettel, vagy mit tudom én, hogy fordítsam a passion szenvedélye, bocsánat. Aztán a felesége... Kiment a divatból.
Az arca tiszta gány volt, egyáltalán nem érdekelte. Utálta az embert szenvedéllyel. Micsoda beteg faszok ezek, te jóisten! Mindegy. Ez is nézd meg, gyönyörű, nem? Tetszik nektek is? Biztos sok idő volt. Inkább menjünk máshová. Nem? De most komolyan, mi volt az? Ez egy vámpír csirke? De, várj már! Mintha itt mellettünk volna egyszer. Igen. És akkor valahogy középre kell állni, nem? Ne. Basz meg. Kinyitni már ezt a kurva ajtót! Próbálom most középre állni? Nem, ez szőnyeg. Befejezte? Ezek a hangok. Oké, kinyílt. Zsillett. Ez most mi? Passz meg, Jani! Igen? Mi a fasz lesz? Halló? Hallom a hangját. Ez így nem jó. Most menekülni kell, hm? Ez ugyanígy nézett ki? Nem. Nem? Ah, nem is emlékszem. De nem! Hello? Becsukódott az ablak. Remek. Igen. Észgő. Micsoda. Most ide ugorjak le? Mi az Isten? Nem jó, Jani, valami hang van. Ó, bassz meg. Hogy lehet ilyen sötét direkt? Baszki. Halló. Ó, baszki, ez most a pince. Ott még nem voltunk soha. Ó. Mi a szar? De vajon... Várj, valami ott lóg. Azon a... valamin. Mi lehet abban? Szart csalátok. Fel lehet azt valahogy csőrözni, vagy csörlőzni? Tudtam, hogy nem kellett volna lecsony rájtani a sensitivity-t, bassza meg! Okay. Olyan fantasztikus hangok vannak, srácok, hogy a seggem is zsibbad. Komolyan mondom. Imádom. Mi a szar van ebbe? Teker már ezt a szart! Ezek festmények, nem? Ennyi beszart? Igen. És itt van valami most? Ó, várj, ott... Nem. Azt hittem, hogy lesz valami lényeg annak, hogy fúj, hogy fel... Igen. Merögjél már, bazd meg! Mi volt oda írva? Mihova? Tudsz még festeni? Nem, bazd meg, nem látod, hogy néz ki ez a kurva hely? Jó Isten!
szobafestőnek sem vagyok jó. Ó, ez egy olyan... hogy hívják ezt? Az. Az a tábla. Az. Uzsa? Uzsa. És most mi az Isten csináljak? Mit nyomjak be? Várj, ott fent vannak ilyen vakarások. P. Yes. Mit kéne ide kiírni? Felül... Várj, megnézem, hogy itt a szobában van-e valami. Fiók? Ott van egy papíren. Dear sir! Kedves uram! A feleségem rettentően szeretne játszani az esküvőjén. Kérem, hívjon fel ma este, és megbeszéljük a részleteket. A számunk 363853. Remélem, hamarosan találkozunk, vagy ilyesmi. Igen? 363853. Írjam ki számmal a telefonszámot? Ha? Nem hiszem. Hely, ez az ajtó kinyílik. Ha? Akkor ezt most hagyjuk ott? Bezáródott, bazd meg! Most kihagytam valamit? Fúj. Ez így, fú, ez így nem jó. Az a tábla csak viccből volt ott. Szivatásból. Igen. Itt már jártunk egyszer. Itt volt benne a néni. Ez egy rokkant lámpa. Ott van Rákóczi! Emlékszel rá? Ő meg az a csávó a Harry Potterből, amelyikről kiderült, hogy ő izé. Az a csávó, amelyikről nincs orra. Ez csodás. Nagyon durva. Mi volt ez? Igen, azt tudjuk, hogy a csávó irtózik az egerektől, a patkányoktól, és ezek a kis cédulák. Mi ez? Így nézünk ki. Várj, ez nem stimmel. Megvan a lábunk. Akkor lehet, hogy nem a saját lábát vágta le? Itt a budi, le lehet húzni? Nincs víz. Itt a kés. Mi tart ilyen sokáig? Nyisd ki a kurva ajtót! Meg kell mennem, nyisd ki! Mi a fene? Ó, Istenem, ne. Mit tettél, ne? Valaki öngyilkos lett? Itt a vérbe? Hello? Mi az Isten volt ez? Bened? Igen? Baszki, nem szabad elengedni az egergombot. Ott a nő. Az valószínűleg a felesége lehet akkor. Olyan csúnya. Ó, baszki. Itt ennyi volt látható? Hogyha még egyszer beledugom a fejem? Hé, ez már más! Nem tudtam kijönni a kádból a jobb klikkel. Ez a víz alatt van? Vagy hát jó, nyilván nem, csak gondolom ott kapja a képet, de...
Ja, hogy ezzel én így tudok mozogni. Csak elengedem, kiveszi a fejét a kádból. Baszki. Nem jó. Ó, értem! Azért szakad meg a kép, mert nem kap levegőt. Tehát gondolom azért kell folyton... Igen, azt tudjuk, hogy egy gyereke is volt, mert volt gyerekszoba. És már ő olyan kiskorában festeget? Soha nem tudom, mert elég korán elkezdeni. Mi a fene? Nagyon, nagyon durva a zene, mármint úgy, hogy iszonyatosan illik az egészhez, csak... A szoba fölött ugyanez van, csak fordítva. Someone had to bear witness. Végre valakinek szemtanúnak kellett lennie. Nem nézhettem a saját munkámra. Egy művésznek kell a közönség. Egy kritikus szem. Tudtam, mit kell tennem. Úgy éreztem magam, mint egy hentes és szörny. De legalább volt valami gyönyörű ebből a mocsokból. Akkor ez az utolsó részlet? A szem? Hey, itt vagyunk. Mi a faszom volt ez? Baszki! Hát ilyen még nem volt, hogy a main dizéről elteleportált. A díszállatok mindig ijesztőek voltak. Az mi volt? Ó, az egy bábú volt innen, nem? Egy ilyen bábú. De itt... Ó, itt is egy... Hogy itt nincsen ajtó. Igen. Le kellene... Mi történik? Ott egy csávó. Ez addig nem volt ott, ugye? Nem jó. Nem jó, bassza meg. Kurva csend lett. Mi a szar csináljak ezzel? Az mikor került oda? Az mikor került oda? Jézisza! Valahol... Gyerek hangot hallok. Fúj, baszki! Az egy kurva nagy patkány volt, láttad? Fiók? Valami suttogás van. Tökre nem jó. Színes ceruzák. Gondolom a bábút kellett... Ó! Ez a kép is megváltozott. Megint megmozdult a bábú. Igen. Igen. De még mindig nem tudok semmit csinálni itt. Ez a szék kihúzódott innen, az addig oké. Az stimmt. Történt itt valami? Lófaset. Ó, ott! Ott az az ott. Fú, basszus, a gramofonnak nincs egy sztár hangja már. Ott ezek azok a kis tükrök. Mi van ott? Halló? Ó, itt egy... Add ide!
Ez ugye a dáma játék. Annak a kis kövecskéi gyügy... Ez egy szív volt egy képen. És ez mi a franc? Oké. Most már, ja, hogy azokat a bábukat, ha... Ott szemben, az megint megváltozott, ugye? Csomó maci. Itt. Jó, nem, ez az oldal, ó, látom. Itt van egy fürdőkád? Halló? Ugye nem lehet bennem, jó? Ott a következő kő. A szalmákra ráhajtom a vudiülőkét, hogy nehogy gond legyen. Itt egy másik. Oké. Mi ez a hang? Baszki. Ott most lebeg egy. Azon gondolkozom, hogy mit szimbolizál ez a dáma játék, hogy valakivel játszotta ő ezt, vagy mi történt? Megint átrendeződött valamilyen szinten a dolog. De nem, itt egy babakocsi. Ez is most került ide. Itt mindenféle genyó van. Ott az. A konyha. Itt is voltunk már. Akkor itt is kell keresnünk olyan... Ott van a mérlegen. De... Figyelj már, most ha a mérlegről leveszem, miért lökődök hátra? Láttad? Mhm. Kiskörülök azt az ajtót. Melyiket? Ami kinyílik, miután... Ez itt? Aha. Ott egy kép, ami fő, ott egy másik kép, ami fő. És most jön meg. Nem, itt valami más cucc van. Baszki, arrébb basz, és visszakerül rá. Amik a levegőben van... Nincs esetleg, azon gondolkozom, hogy nincs esetleg valami, amit rá lehetne tenni. Cukor. Magára a mérlegre? Hogy ne emelkedjen vissza? Ha visszajövök ide, most nem történik semmi azért, mert tulajdonképpen azt nem tudtam elvenni, világos? Hm? Uh-huh. Az miatt? Fú, az valami csávó. Az nem tetszett ez a kép annyira. Nekem. Nézzünk szét. Itt nem. Ugye itt nem volt bent semmi az előbb se. Nem. A szekrényekben sincs semmi. Inspired OCD Achievement Unlocked. Ez egy 21 grammos súly. Akkor ezt kell rátenni a mérlegre, hogy el tudjam venni? Sikerült. Jó. Ó! Oh! Elég sok bábú lett. Igen. Ez remek. Ott van Babyface. Az mi? Sauron tornya? Elmázolva? Baszki, de most komolyan! Az az! Itt egy asztal. Ennek nincsenek fiókjai, nincsenek. Itt egy szék. Ez a másik oldala... Oké, Jani, ezt neked mondom, mert kedves nézők hallják. Valaki zongorázik. Ott valami gettós lett a függönyön, ami nem jó. Ki a faszom zongorázik, és hol? Alapvetően úgy elég jól nyomja, nem az a baj, csak... Sem erre nem tudok menni.
De már most már vissza se oda, ahol az asztal volt. Vagy ja, de oda igen. Az asztalnál nincs semmi. Az asztal, mert nem tudok elmenni. Ugrani ebben a játékban nem lehet. Gyártya sincs. Székkel nem tudom mit csinálni. Arra nem lehet menni. Meg amúgy arra gyerekszoba volt különben is. Igaz? Mm-hmm. Próbálok fülezni, hogy merre hallom. Ó. Oh. Ott van egy darab bábú. Azt nem tudom elvenni onnan? Nem. Most miután... Mi az Isten, most már minden szétment, baszki! Az egy szív! Fú, öcsém, ez rendesen egy... Itt vagyunk. Itt vagyunk a kezdőhelyen. Ha most ezt hozzáadom, akkor tehát megjön a végleges kép. Oh. Yes. That's it. Igen, ez az. Ez a nő. Beautiful. Gyönyörű. Perfect. Tökéletes. Just like I always imagined. Ja, hogy mindig képzeltem. What? Mi történik? What is this? Nem értem. I don't understand. No. Ne, állj le, kérlek. Please. Mi a szar? So close. Olyan közel voltam. This time. Ezúttal. I almost had it. Majdnem megvolt. Ezért... Fú, de ronda! De most a képpel történt valami, vagy ő annyira halózott, hogy valójában ezt a szart festette, csak azt hitte, hogy szép lett. Ennyi selejt van. Ennyiszer próbálta már meg, és ennyiszer nem sikerült. Itt a gyerekszoba. De most ez így rendben, vagy úgy tűnik, mintha rendben lenne. Már amennyire. Nem. Itt az iroda. Itt már voltunk. De ugye lent nem voltunk már az játék eleje óta. Nem. Jó, nincs rendben, oké? Okay? Nincs rendben a ház. Ott jöttünk be? Nem, ebből a szobában jöttél. Nem úgy értem, a házba az elején. Ja, igen. Itt a konyha. Hát ez nem tudom mi. Azt hiszem az a bejárat, igen. Azt hiszem. És itt volt a műhely. Zárva van. Pince. Nem megyek le. Itt egy láda, ami üres. Aha, ez a ház kijárata. Itt van egy papír. Tisztelt Uram! Ez egy emlékeztető, hogy a... hogy 26-án lejárt a tartozása. Ó, igen. Vagyis hát igazából a fizetési határideje járt le, és ezért a rendelését felfüggesztjük.
Kérem, egyenlítsa ki a számlát a következő 7 napban, vagy ha nem tudja a teljes összeget teljesíteni, esetleg megbeszéljük a fizetési feltételeket. Hogyha nem tudja megoldani, akkor bíróságra visszük az ügyet. Ronald Wilkins. Hát az meg ki a szar? Még a pincébe. Igen, itt is voltunk már. Egyáltalán van valami értelme annak, hogy újra járjuk a háznak azon területeit, ahol már voltunk? Vagy egy bizonyos pontra kell eljutni? Ez a kérdés. Ez ugyanolyan állapotban van tulajdonképpen, mint hogy itt hagytuk az... Hey! Ott a kulcs. Ez itt nem a műhelyt lent. De ez ugyanez volt a játék elején. Tudom. Ott a könyv. Te azt eddig láttad? Ó. Oh. Ott van Pisti. Ezek már a készítők. Nem? De. De. Ne basz már. Ezek a játék készítői. Baszki! Ó, sokan vannak, bakker. Biztos, hogy ez a játék vége, mert a készítők ott voltak a könyvben, ami egyébként most szeretném megegyezni, hogy iszonyatos ötletes megoldás, és még az életemben nem láttam ilyet. Pedig azért már egy pár játékon túl vagyok. Ide kellett a kulcs. Mi? Mi volt ez? Ó! Oh, kinyílt. Itt a műhely. Ó! Oh. Mi a szar? Minden a régi lett. Ó! Oh. Te láttál valamit? Majd visszalassítjuk, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy volt-e ott valami. Hú, hát... Úgy néz ki, hogy nem sokkal bővült a Layers of Fear az idők alatt, bár tudjuk, hogy a gameplaynek egy bizonyos része megváltozott ahhoz képest, ahogyan mi játszottuk, de úgy gondoltuk, hogy a végigjátszásunk így lesz teljes, hogyha onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Továbbra is imádjuk ezeket a fajta indie játékokat. Eszméletlenül ötletesek, nagyon egyediek, igaz, hogy rövidebbek, mint a teljes RTO, de szerintem mindig egy nagyon jó élményhújt, és a Layers of Fear is nagyon érdekes volt. De hát úgy néz ki, ennyi volt a játék, mi gratulálunk a fejlesztőnek hozzá, istentelenül jó volt. Mondjátok el a véleményeteket a kommentekben, illetve ha tetszett az egész végigjátszás az előző részekkel, meg mindennel együtt, akkor lájkoljátok ezt a videót, illetve aki még nem tette meg, az most feliratkozhat a csatornánkra. És legközelebb találkozunk. Szevasztok!